zajlik. Ez a mozaik, híradó előtti napra kész áradat. Ez a mozaik, politika, film, kultúra, divat. Köszöntöm Önöket! Mai műsorunkban szó lesz az erős zaj okozta visszafordíthatatlan halláskárosodásról, de témáink között szerepelnek a túl gyakran súlyos következményekkel járó közlekedési viselkedés formák is. Betekintünk mindemellett egy izgalmas startup verseny kulisszáiba, és a nőnapra készülődve megismerkedhetünk egy a nagymamája örökségét továbbvívő kertész hölgyel is. Érdekes témákkal készültünk, tartsanak velünk! Szakorvosok szerint az erős zaj már 7-8 perc alatt visszafordíthatatlan halláskárosodást okozhat, ezért a koncerteken, különböző rendezvényeken, zajos munkahelyeken mindenképpen érdemes védőeszközöket használni, amelyekből már olyan is van, amely nem zavarja a szórakozást vagy munkát, de elejét veszi, hogy később hallókészülék viselésére szoruljunk. Hogy miként védekezhetünk a túl erős zaj ellen, milyen bántalmakhoz vezethet az erősen zajos környezet, Fekete Tímea audiológussal beszélgetünk, akit online kapcsolunk. Jó estét kívánok! Köszöntöm a műsorunkban. Jó estét kívánok, köszöntöm én is Önöket. Nagyon sokan gyakran kerülhetnek erősen zajos környezetben. Mit kockáztat az a munkás, aki erősen zajos műhelyben dolgozik, vagy a fiatal, aki a fesztiválokon az első sorokban koncertezik? A példákat még hosszasan lehetne folytatni. Egyértelműen a hallását károsítja hosszú távon is. Önmagában nem csak a hallását, hanem ez a, úgymond a hallásveszteségünk kihat az egész szervezetünkre és idegrendszerünkre is egy irány. Szóval, hogy ez egy olyan dolog, amire magasan oda kell figyelnünk. A hallás ugye az az auditív és akusztikai érzékelésünk. Ez egy nagyon érzékeny dolog, és abban az esetben, hogyha káros dolognak van kitéve, ezek úgymond ellustulnak a kis szőrpihék, amik ott vannak a fülünkbe, és nem is szaporodnak tovább, elhalnak, ami egyre súlyosabb és súlyosabb hallásveszteséghez fog vezetni. Miért okozhat akár azonnali fejfájdalmat a túlerős zaj? Ez az inger küszöbünkkel köthető összefüggésbe, szóval, hogy például, ha forró vízbe lépünk is, fájdalmat érzünk. Ugyanez van a fülünkkel is, hogy sugallja, hogy neki ez már sok. Van egy olyan szint, amikor azt mondja, hogy neki itt már elég, menjünk el onnan. Úgymond a test jelzi, hogy számára mikor elég. Hát de rengeteg ilyen zaj van. Például 90 decibelnél az emberek bírnak ülni mondjuk 8 órán keresztül. 95 decibelnél már csak 4 óra ajánlott egy huzamba, 100 decibelnél 2 óra, 110-nél fél óra, és 120 decibelnél már csak 7,5 perc, ami ajánlott, hogy ne vezessen súlyosabb károsodáshoz. És ezután egy úgymond hosszas regenerálódásra van szükségünk ahhoz, hogy ezek a kis pihék újraéledjenek és funkcionáljanak. Milyen mértékben vagyunk mi képesek alkalmazkodni a túlerős zajhoz? Hát, nem a legnagyobb mértékben. Szóval az, hogy a hallásunk javítható, ilyen dolog nincs. Szóval, ha egyszer elindult a károsodás, az már csak romlik folyamatosan. Kezdetleges halláskárosodás esetén, amikor már egyértelmű, hogy valami baj történt, melyek a figyelmeztető jelek? Ez az, amikor már hangosabban beszélünk, vissza-vissza kérdezünk egy társunkkal kapcsolatosan, vagy amikor kommunikálunk, visszakérdezünk, mert hogy nem teljesen értünk bizonyos hangokat. Amikor a tévét jóval hangosabban kezdjük el nézni, a zenét hangosabban hallgatjuk, ez már egy jelzés, hogy valami probléma van. Például a motyogás, ha én mind, akinek lenne egy kis károsodása, elkezdek motyogni, az is azt jelzi, hogy valami probléma van a hallásommal. Miért nem fordítható vissza a halláskárosodás folyamata? Miért nem gyógyítható, hogyha baj van?
Miért nem gyógyítható? Vannak gyógyítható esetek. Nem arról van szó, hogy teljesen nem gyógyítható, mert például ha eldugul a halló csatornánk, a fülsár benyomodik, az egy gyógyítható része a halláskárosodásnak, akkor is számolhatunk egy 10-15 decibeles hallásveszteséggel ilyen esetben. Itt viszont konkrétan arra gondolok, hogyha amit az erős zaj okoz. Azért, mert úgymond elhalnak az idegek, és nem fognak regenerálódni. Ezek nem olyan kis idegszálak, ebből van kb. 2 millió. Ilyen kis, hogy is mindjárt megmondom a szakkifejezését, szőrsejt a fülünkbe, ami felfogja az ingereket. Na, ebből van nekünk 2 millió. Az erős zaj hatására ezek a kis szőrsejtecskék elkezdenek elhalni. Szép kifejezéssel úgy mondják, hogy ellustulnak. Ezért mondják azt, hogy ha erős zajban vagyunk, például egy koncerten, ami tart 1-2 órán keresztül, utána arra van szüksége a fülnek, hogy regenerálódjon, vagyis egy hosszas pihenése van szüksége, amikor nem vetjük alá olyan zajoknak, ami ugyanolyan terhelés lenne számára, mint mondjuk az a 2 órás koncert volt, hanem egy hétig próbálunk füles nélkül zenét hallgatni, minél csendesebb környezetben lenni ahhoz, hogy ezek a szőrsejtek egy kicsit éledjenek fel. Mindezek ha viszont mellett, van egy veszteségünk, igen? Mindezek mellett még hogyan tudnak a halláskárosultaknak segíteni? Akik halláskárosodást szenvedtek el. Hallókészülék. Az egyetlen egy olyan megoldás, amivel úgymond a hallásunk szabályozható. És ezek a készülékek is úgy vannak megtervezve, hogy önmagában a külső zajokat, ami veszélyt jelent egy ember számára, azokat jóval felerősíti. Például nem az emberi beszéd az. Az emberi beszéd az működik mondjuk 60-65 decibelig. Viszont ezek a személyek attól függ, hogy milyen súlyos ez a hallásveszteség, de ezeknek a személyeknek az a fontos, hogyha kimennek mondjuk az utcára, felismerjék azt, hogy milyen irányból terjed az a zaj, és hol érzeli, hol lehet rájuk bármilyen veszély, vagy mi történhet velük. Szóval maga az emberi beszéd egy későbbi folyamat lesz abban az esetben, hogyha a gyerek csecsemőkorban már úgy született. Felnőtt korban még nem olyan veszélyes, mert felnőtt korban már tud beszélgetni. Szóval ez a funkció működik. Viszont hallókészülékkel ugye korrigálja a hallását, a beszédközpontja nincsen kitéve semmilyen károsodásnak. A halláskárosodás mellett milyen más mentális vagy fizikai bántalmakhoz vezethet még a túlerős zaj? A túlerős zaj? Például a stressz, ami egy olyan faktor, ami jelenleg az életünk egyik alapillére, ha így mondhatjuk. Szóval a nagyon nagy zaj egy plusz stresszfaktor. Ugyanúgy szív- és érrendszeri problémákhoz is vezethet. Még egyébként a stresszből kifolyólag egy csomó mentális probléma, ami következik ebből, de hogy önmagában a hallás, úgymond a nagyobb rizikója ezek a területek. Nagyon a szív- sokan, és az érrendszerű problémák. Nagyon sokan használnak séta, futás, szaladás vagy telefonálás közben ilyen kis fülhallgatókat. Ezek mennyire károsak? Nagyon. Ha abban az esetben, hogyha ezek az eszközök úgymond jól vannak használva, akkor nincs akkora probléma. Viszont a legújabb kutatások azt mondják, hogy egy ilyen fülessel zenét hallgatni maximum 15 percig ajánlott, 90 decibelen. És utána szünet. És ezeket rendszeresen kéne fertőtleníteni, és a fülsár problémát is, hogy ha valaki jól használja ezeket, akkor nem okoz problémát. Viszont én azt tapasztalom, hogy az emberek többsége épp az, hogy rosszul használja. Vagy egész nap használja, és nincs meg a rendes fertőtlenítés ennek az eszköznek, kölcsön adjuk barátoknak. Szóval, hogy ez mindegy fertőzés forrás a fülünknek, és nekünk is. Még elviselhető zaj esetén, hogyan tudjuk azt eldönteni, hogy határértéken belül vagyunk-e még, vagy ez a zaj már kárt okoz nekünk? Ezt úgymond a szervezetünk mutatja meg nekünk. Amint olyan helyen vagyunk, és azt érzeljük, hogy a fülünk zúg, van egy ilyen nyomó fájdalom,
Abban az esetben jelzi a test, hogy nekünk az ott nem megfelelő. Az a zaj már túllépte úgymond a küszöbb határunkat, hogy el kell mennünk onnan. Ilyen, amikor egy koncerten is ott vagyunk az első sorban, és érezzük, hogy zúg a fülünk, ez így nem kellemes, akkor ajánlott, hogy pár sorral hátrább menni. Mert hogy ugyanúgy halljuk, viszont a fülünk nem lesz kitéve akkora, hogy mondjam, akkora megterhelésnek, mint az első sorba. Munkahelyen mit tehetünk? Ezekre érdemes odafigyelni. Hogy? Munkahelyen mit tehetünk, hogyha valaki nagyon erős, nagyon zajos munkakörülmények között fejti ki nap mint nap a tevékenységét, akkor hogyan védekezhet? Mit tehet? Ez egy olyan érdekes dolog, mivel ha megnézzük, a mindennapjainkban folyamatosan magas zajszennyezésnek vagyunk kitéve. Szóval nagyon kevés az a hely, ahol 70 decibel alatt működnek a zajok, amik körülvesznek minket. Például egy óvodában 85 decibel az alapzaj. És ott is ugye nagyon nincs, amit tegyenek ez ellen. Szóval egy óvodapedagógus nem nagyon tudja azt mondani 30 kisgyerkőcnek, hogy most csendesedjünk le. Hanem meg kell szokják valahogy, a test alkalmazkodik ahhoz a 85 decibeles zajhoz, viszont nem egészséges. Ipari munkahelyeken ott van ugye a fülvédő, amit kötelező lenne használni. Viszont érdemes lenne kijelölni azokat a helyeket, ahol 80 decibel felett van zajszennyezés. És csak bizonyos embereket limitálni azt, hogy kik mehetnek be és kik nem, és csak védőfelszerelésbe. Hogy a károsodás minimalizáljuk ezeknél a személyeknél és úgymond a közösségnél is. Vannak a modern eszközök, ezeket mennyire javasolja? Melyek azok a modern eszközök? Hát például. Nagyon sokan javasolják az aktív zajszúrós fülhallgatókat és a füldugókat, amelyek állítólag az elmúlt évek során jelentek meg. Igen, a füldugó is jó. Az egy egyszerű és praktikus megoldás, ami minden ember számára úgymond igénybe vehető. Nem egy drága megoldás, beszerezhető a patikába. A füldugó az lényegében felveszi a fülünk belső részének a formáját, és így szigetel, nem 100%-os. Viszont a fülhallgatók azok úgymond egy 100%-os biztosítást adnak az embernek, hogy igen, nem okozunk károsodást, és azok meg személyre szabhatóak. Szóval, hogy azokat úgy készítik el, hogy ki amilyen plusz opciót kér még bele, nem csak annyit csinál, hogy lezűri a zajok egy részét, hanem úgymond meg is tudja semlegesíteni őket teljes mértékben. Még egy kérdést engedjen meg, nagyon röviden kérném, hogy válaszoljon, mennyire beteg halláskárosodás szempontjából a mai társadalom? Hú, és akkor ez legyen az zászló. 2019-ben volt itt Romániában egy felmérés, ahol kb. 2 millió ember volt, akiket felmértek. Ezeknél mind jelentkezett minimális vagy nagyobb hallás probléma. Ezek fele 65 év feletti volt, és fele 65 év alatti, amiben ugye beletartozik a gyerek korosztály is. És ezekből 3 csecsemőnél regisztrálnak újabban halláskárosodást. Szóval, hogy elég nagy mértékben vagyunk zajszennyezésnek kitéve. És ezek úgymond nem korrigálható, szóval követhető, mert azt mondjuk mi is, hogy 10-15 decibel hallásvesztességgel még jó nyugodtan el lehet érdegélni. Viszont ezeket évente követni kell, nem szabad úgy hagyni a dolgot, hanem évente, és amint veszteséget észlelünk, akkor fel kell keresni egy szakorvost. Nagyon fontos tehát a hallásvédelem, bízzunk benne, hogy erre egyre többen figyelnek majd oda a jövőben. Köszönöm szépen a beszélgetést! Én is köszönöm. Köszönöm szépen. Viszontlátásra! Viszontlátásra, viszonthallásra! Fiatal vállalkozók, friss és ropogós startup ötletek, erről szólt a múlt csütörtökön második alkalommal megrendezett Ma Start Startup verseny Marosvásárhelyen. Az eseményen Hild Imre vállalkozó, startup mentor is tartott előadást, az idei év döntősei pedig a tavalyi verseny győzteseivel is találkozhattak. Második alkalommal került megrendezésre a Ma Start verseny Marosvásárhelyen, ahol fiatal vállalkozók mutathatták be projektjeiket, vállalkozásaikat.
A 18 jelentkezőből 11-en kerültek be a döntőbe, annak ellenére, hogy a szervezők eredetileg 10 döntőt szerettek volna. Elvárásaink nagyok voltak, hiszen már ez a második évad. Még ezelőtt volt egy évad, ahol nagyon-nagyon jó a pályázatok érkeztek be, és úgy gondoltuk, hogy mindenképpen ezt a színvonalat tartanunk kell. Sikerült a regisztrált vállalkozások közül, pályázatok közül olyan pályamunkákat, vállalkozásokat kiválasztani, akik a legtöbb doméniumban, de nagyon sok doméniumban mozognak. A Mastart kísérő rendezvénye volt a Cedukáció Roadshow. Ennek keretén belül Hild Imre, a Global Traction tulajdonos ügyvezetője, startup mentor és tanácsadó tartott előadást. Meg kell ismerjék azt, hogy hogyan működnek a startupok. Jó, hogyha hallják egymást, jó, hogyha hallják a szakmai zsűrinek a véleményét, hiszen egy vállalkozás általában feedbacken, tehát visszajelzéseken tud hatékonyan épülni. Izolációban semmi nem működik hatékonyan. Tehát ezek a versenyek, ezek jó apropók arra, hogy igazából nagyon jelentős tét nélkül ki tudják próbálni magukat, hallatni tudják a véleményüket a világról, a meglátásaikat, a technológiai vagy egyéb megoldásaikat, és el tudják helyezni magukat azon a skálán, hogy ebben az adott ökoszisztémában, ugye a induló vállalkozásoknak a köreit azt általában ökoszisztémának hívjuk, hogy ebben ők hol vannak, és miben tudnak másoknak a segítségére számítani, illetve ők miben tudnak másokat segíteni. Az idei év versenyzőinek lehetőségük volt a tavalyi év győzteseivel is megismerkedni egy kerekasztal beszélgetés során. Ezt követően került sor a döntős projektek bemutatására. A szakmai zsűri döntése során figyelembe vette mind az innovatív ötleteket, mind pedig az előadásmódot. Első díjazott lett a Prisma Solution informatikai vállalat, a projektet Kis Levente mutatta be, így ő vette át a 20 000 lejes díjat. Második helyen Orbán Renáta az Ibrik nevű projektjével 15 000 lejes, Zsombori Péter és a Freezone a harmadik helyen 10 000 lejes díjazásban részesültek. A rendezvény házigazdája az Incub Center különdíjas a Szabó Péter, a Közösség Kovácsa Egyesület 4500 eurós jutalomban részesült. A vállalkozásom az Ibrik márka név alatt működik, zománcbögréket készítek. Vannak előre készített minták, amelyek kollekciós darabok, különböző kollekciók, kávés, valentinnapi vagy éppen túrázós. Ezen kívül a vásárlók egyéni ibriket és mintát is rendelhetnek, amelyet teljesen személyre szabunk, valamint nagyobb csoportoknak, táborosztatóknak, cégeknek is készítünk bögréket. Disznajón egy multifunkcionális közösségi teret terveztünk, amihez kaptunk a Reménység Alapítványtól 30 évre bérbe, ez egy haszonélvezői szerződés, egy telket és egy házat, amit neki fogtunk renoválni és átalakítani az igényeinknek megfelelőre. A terv az, hogy a környék lakosainak új lehetőségeket nyújtani, ami a rendezvényeket illeti, és akár még pénzügyi lehetőségeket is. A mostani Mastart versenyen egy présház felszerelésére pályáztunk. Függetlenül a díjazástól és a dobogós helyezésektől minden döntős vállalkozó, fiatal startupper egy olyan tapasztalattal gazdagodhatott, ami óriási segítség lesz vállalkozása építésében. Ezért arra bíztatnak minden fiatal vállalkozót, hogy jelentkezzen a Mastart 2023-as kiadására. Mindenképpen hasznosnak tartom azt, hogy az ötletünket minél korábban megmutassuk a nagy közönségnek, hogy visszajelzéseket kapjunk arról, hogy mennyire tetszik ez nekük, mennyire érdekli őket, és mekkora potenciál van a vállalkozásban. Az Európai Bizottság tájékoztatása szerint tavaly az Európai Unióban több mint 20 ezer ember vesztette életét közlekedési balesetben, amely romániai viszonylatban egy kisebb város lakosságának felel meg. Ami számunkra még aggasztóbb, hogy nagyon sok baleset helyszíne éppen Románia volt, így az ország listavezető e tekintetben. A közúti balesetek nagy számáról, az okokról és teendőkről Keresztesi Zsolt gépjárművezető szakoktatóval beszélgetünk, akit a Mozaik stúdiójában köszönhetek. Jó estét kívánok, üdvözöllek a műsorban. Üdvözöllek, üdvözlöm a nézőket, jó estét kívánok. Melyek a leggyakoribb okai a romániai közlekedési baleseteknek? A leggyakoribb okok azok a gyorshajtás, sebességben nem tartása. Ez a leggyakoribb, százalék arányban lemondva.
Ugyanakkor jön utána az alkohol és más tudatmódosítószereknek a fogyasztásos utána kormányozva leülés, és a harmadik pedig az elsőbbség meg nem adás. Uniós viszonylatban miért éppen Romániában történik a legtöbb közúti baleset? Mennyire tehető felelőssé ezen a téren az infrastruktúra? A kérdésben benne van a válasz. Tehát az infrastruktúra nagyon-nagyon-nagyon felelős. Ugye, ha megnézzük azt, hogy a 2021-es tanulmány kimutatta, hogy Európában 52% van a közutakon lévő balesetek száma, 40% a városokban, és az autópályákon csak 8%. Ugye, ha Romániát nézzük, autópályáink nagyon nincsenek. Mindenki siet, mindenki rohan. Ebből, ha kiindulok, ha lennének autópályáink, akkor biztos, hogy ez a szám csökkenne lefele. Hasonlítva a skandináv országokhoz, ott ugye 1 millió emberre 16 halálos áldozat volt, Romániában 1 millió emberre 96. Tehát az autópálya egy nagyon jó megoldás. Az lenne a legjobb. Sietünk, rohanunk, nagyobb távokat akarunk bejárni, közutakon közlekedünk 130-al, vagy autópályán közlekedünk 130-al, nem mindegy. Nálunk mennyire ismerik a közlekedési szabályokat például a járművezetői engedéllyel nem rendelkező kerékpárosok és gyalogosok? A kerékpáros... Illetve mennyire kellene ismerjék? Bocsánat. A kerékpárosokra ezt annyira nem mondható el. Mert ugye, aki kerékpárral él, jár dolgozni, az azért már felvette a ritmust, és tisztában a közúti törvényekkel. Akik hobbi kerékpárosok, ugye nagy valószínűséggel, vagy nagy mértékben már van jogosítványuk, és tisztában vannak. Van egy adott réteg természetesen, aki nincs ezzel tisztában, ez inkább a községi, falusi zónákra érvényesebb. A gyalogosoknál viszont elég nagy százalék van, aki nincs ezzel tisztában. Ezt lehetne orvosolni, és kellene fejleszteni. Ugye, ha csak egy adott példát nézünk, a mai generációnak van az a legnagyobb problémája, hogy telefonnal a kézben, fejet lehajtva megyünk át az átjáron. Itt hirtelen az jut eszembe, hogy a gyalogátkelő is azért van, mert ott át lehet kelni, igaz, az úton, az úttesten, de nem bármikor. Igazad van maximálisan, ebbe elsőbbség van a gyalogosnak, de még mindig az ő biztonsága az, hogyha nem néz körül tekintően szét. Mennyire segíteni a biztonságos közlekedést a kerékpárutak elterjedése? Nagyon. Nagyon. Tehát a hobbi kerékpárosok, akik jelenleg kijárnak olyan utakra, ami nem annyira forgalmas, nekik, hogyha bicikliutak lennének építve, az elterelni őket a bicikliutakra, szabadulna a közúti forgalom, az a veszélypotenciáltól, ők is biztonságosabban tudnának közlekedni, az autók is pedig a türelmetlenség miatt nem dudálnák le, nem zaklatnák őket. Az a helyzet, hogy ettől függetlenül a kerékpárosoknak jogukban áll, hogy ott legyenek a közutakon, ha ez nincs kifejezetten tiltva. Nagyon sok gépjárművezető azonban nem tudja elfogadni ezt a tényt. Miért van ez, hogy látod? Türelmetlenség. Sietünk. Erre ugyanez a válasz. Tehát találkozunk egy bicikléssel, és nem vagyunk türelmesek 2-3 másodpercet várni, hogy a kanyar után már látótávolságban legyünk, hogy jön szemből, nem jön szemből, hanem ráhúzok, megpróbálok centikkel mellette elmenni. Ezek inkább meggondolatlanságok, mint hogy törvényesen kellene erre fókuszálni. Mennyire ismerik a sofőrök a kerékpárosok előzésének a szabályait? Illetve azt a tényt, hogyha nincs elég hely biztonságos előzéshez, akkor nem előzhet. Sofőriskolában mi ezt tanítjuk, tehát minden előzésnél megvan az előzési törvény, hogy legalább 50 méteres látótávolságra lenne szükség, ezt szerint vállaljuk be. A biciklisnél ez most, hogyha az út szélessége megengedi, nem kötelező nekem. Tehát ha tudok tartani tőle egy biztonságos távolságot, akkor meg tudom szépen előzni, akkor is, hogyha nem megyek át az útnak a felén. Ezzel nincsen önmagában baj. Viszont mindig biciklissel való találkozásnál nem az lenne a lényeg, hogy akkor most hú, hogy előzöm ki, mert ő 15-20-szal megy, én pedig 50-en jövök, hanem az lenne a lényeg, hogy hogy előzöm ki biztonságosan. Őt se zavarjam, a szemből jövő forgalmat se zavarjam, ugyanakkor én is legyek biztonságban. Hogyan előzhetünk biztonságosan? Ha törvényt kell én ide felhozzak, akkor tavaly változott meg a törvény. Eddig az volt, hogy másfél méteres távolságot kötelező betartani a biciklistől. Ezt a törvényt a tavaly módosították, és most jelenleg úgy szól a törvény, hogy a biciklis megelőzéséhez, ha az út szélessége csak 6 méter, akkor a két baloldali kerék az kötelező átmenjen, ha a sebesség 50 per kilométer alatt van. Ha már 50 per kilométer óra felett megyek, akkor kötelező az autónak a fele átmenjen a felező vonalon. Ez szerint változott a törvény. Itt most megint ugyanaz jön be, hogy biztonságról beszélgessünk, mert nem mindegy, hogy egy E60-as úton fogok találkozni a biciklissel, ugye mert széles, vagy egy közúton bárhol, ahol csak 6 méteres. Hogyan látod szakemberként, hogyan lehetne biztonságosabbá tenni Romániában a közlekedést? Mennyire lenne fontos a korai, akár iskolai nevelés ez ügyben? Nagyon fontos lenne.
Tehát jelenleg a napi példákat találkozunk, ugye a városközt az óvodásokat lássuk csoportokba, 2-3 óvónéni megáll az átjárónál, megvárják, hogy ne jöjjön autó, ami természetesen gyalogosnak biztonságos, amikor nem jön, elindítja a csoportot, ugyanakkor feljölik a csoportot egész végig. Ez az óvodásoknál megtörténik. Ugye a gyerekek fogják egymás kezét, ők kacarásznak, tehát valamennyit lereagálnak a történetből, de nem teljesen. 1-4-ben már be lehetne simán vezetni, hogy lássanak oktató videókat 5-8-ba, vagy gyakorlatba is ültetni ugye az iskola udvarán. Le lehetne szimulálni egy átjárót havonta egyszer. 5-8-ba be lehetne vezetni az oktató videókat, és 9-12-be már be lehetne vezetni azokat a drámai videókat is, amit amúgy is ők meg tudnak nézni a neten. 2030-ig az Európai Bizottság 50%-kal csökkenteni a súlyos, illetve a halálos kimenetelű közúti balesetek számát az Európai Unióban. Hogy látod, Romániában ez elérhető? Nem. Nem. Tehát, hogyha ide most megint példát hozok fel, Németországban az első autópálya 1912-ben kezdett el épülni, 21-ben fejezték be az első világháborúnak köszönhetően. Nálunk az első autópálya 79-ben kezdődött el, és nem fejezték be, mert a rendszerváltás miatt. Ez volt az A1-es autópálya Pitest-Bukarest közt, végül aztán elkészült, ennek már nem tudom a dátumát. Viszont az A2-es sokkal hamarabb készült, de csak 2012-ben. Na most, ha itt az időintervallumot kezdem számolni, hogy náluk mennyi autópálya van és mikortól, akkor ezt a lemaradást kb. 50 év a differencia. Ezt 7 év alatt nem lehet behozni. Viszont egy megfelelő infrastruktúra kiépítésével, ugye itt autópályák, bicikliutak, utak szélesítése, és az oktatási rendszerbe legalább havi egyszer bevezetni ezt, hogy gyerekek, ez történhet, így kell vigyázni, vagy a törvényt elmondani nekik, amelyikek már akkorák, hogy felfogják. Ha ezeket a lépéseket kezdenénk sokkal jobban gyakorlatba ültetni, akkor már lehetne beszélni arról, hogy nem 2030-ra, de 2040-re azért ez a százalék jóval lecsökkenne, hanem is 50%-ra. Mindemellett van-e még olyan eszköz a kezünkben, a tárházban, amelyet használva esetleg még felgyorsíthatjuk a felzárkózást? Az oktatási rendszer lenne az első. A 5-8-9-12-ben ez lenne az egyik legfontosabb, hogy akkor a tavaly előtt a rendőrség évente egyszer szervezett meg ilyen kampányt. Uh-huh. Ahol oktatókat nem mondtak be, de a rendőrség azért elmondta, hogy gyalogátjáró, átkelés, biciklis, közlekedés, meg hasonlók. Ezt lehetne sokkal többször megcsinálni, szerintem. Tehát ezt havi szinten én azért betenném az oktatási rendszerbe. Akár csak egy beugró tanár, vagy akárki, vagy egy rendőr, aki tart egy órát, egy előadást videókkal, ez nagyon sokat segítene. Az infrastruktúra pedig az megint, mert ugye a gyorsaságot azt már kiütnénk a listáról valamilyen szinten. Megmaradna a gyorsaság, csak nem mindegy, hogy milyen körülmények közt. És lehet, hogy a törvények, némely törvények módosítása is hozzájárulna ehhez a felzárkózáshoz. Én köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm szépen. Virágok szeretettel. Generációkon keresztül öröklődött a virág szeretete a nagyváradi Talmács Krisztina családjában. A nagyszülők helyi gazdaságában alakította ki a virágkertészetét, ahol napról napra nagy odaadással gondozza a virágokat. Március idusán, a tavasz közelettével pedig már elkezdte az idei első munkákat is, hogy nyár elejére minél színesebbé és gazdagabbá varázsolja a kertet. Így festenek az első hóvirágok és játszintok 2023 tavaszán a nagymama kertjében. Ebből készülnek az első díszek, csokrok a tavaszi idényre. A 38 éves váradi kertészlány épp a rózsák metszését kezdte el 900 négyzetméteres területén. Ezek az első idei munkálatok a kertben, melyet alaposan elő kell készíteni ahhoz, hogy szépet és bőségeset teremjen. Közben elkészíti az idei első csokrot is. Egy apróka kicsi hóvirág csokor fog készülni. Ezek ilyen különlegesebb hóvirágok. Én nagyon-nagyon szeretem ezt a dupla zöld-fehér átmenetes hóvirágot. Illetve van néhány szál szellőrózsa, ez az anemone. Ezek most elég rövid szárúak. Ezek még nőnek amúgy a vázában. Ők is egy ilyen zöldes vajszint képviselnek, illetve van egy ilyen zöld, nagyon illatos kiegészítő is hozzá. A hóvirágok a tavasz hírnökei, ugye ezt így tudjuk. A szellőrózsa az tulajdonképpen szerintem legalább kétszer virágzik egy évben. A gyöngyvirággal együtt májusban szokott, illetve ami már több éve a földben van,
azok ilyenkor tavasszal is szoktak. Mesterséges körülmények között ezek nagyon hosszú szárúak, nagyon nagy virágúak, nagyon szépek. Van egy tulipánunk, egy kicsi jácintunk, illetve egy olyan jácint, amit most találtam egy rejtett dobozban. Egy ilyen kicsi hagyma, mindenféle kis fiókhagymákkal, de nekem nagyon tetszik, ahogy ez kinéz. Úgyhogy ezt a hármat össze fogjuk ültetni egy pohárba. Az egyik legnépszerűbb virágkompozíció, amikor több fajt ültetnek össze. Amikor különböző illatok, árnyalatok, színek keverednek, de mégis egy harmonikus csokrot alkotnak. Amire törekszem, az a frissesség, tehát hogy mindig friss virágot kapjanak az emberek. A hitelesség színekben, formákban, fajtákban. A harmonikus alkotás, az nekem nagyon-nagyon fontos. Akár egy szálvirágban, akár egy kompozícióban, akár egy esküvői dekorációban, akármiben. A természettel együtt mozogni, együtt rezdülni, az nekem kiemelten fontos. És az, hogy természet közelben maradjak én is, illetve az embereket valahogy ebbe a világba egy kicsit visszavinni, vagy kóstolót adni. Hoztam neked virágot. Ó, köszönöm szépen. A tavasz hírnökeit. Ó, hóvirág, jaj, de szép. Az elkészült kompozíciót Krisztina 90-es éveit töltő nagymamája kapja. A virágtermesztő lány tőle örökölte meg a virágok iránti hűséget és szeretetet. A nagymama azonban a véletlennek köszönhette, hogy virágokkal kezdett foglalkozni annak idején. A szomszéd rábeszélte a férjemet, hogy ő visz haza ilyen virágot, és akkor vigyél te is, Jóska. Na, akkor Jóska is hozott nekem. Hát én nem tudtam mit kezdeni velem, azt mondtam, ha hozhat, akkor ültesd el. Na, akkor ő egy csomóba lerakta, akkor én újból ki kellett szedjem, és akkor egyenként szépen elrakoskodni. Na, így csináltuk a kertet. Hát ahhoz szeretni is kell azt, amit az ember csinál. Mert másképp nem megy. Én legalábbis így voltam. Talmácsék több mint 100 éve művelik és gondozzák saját családi birtokukat. Kriszta azt szeretné, hogy tavasz kezdetével egyre több interaktív foglalkozást tartson a családi telken, hogy egyre több gyermekkel felfedeztesse és megismertesse a virágok szépségét és szeretetét. Már is következik a kulturális programajánlónk. Nézzük a részleteket! Jó napot kívánok, sziasztok! Március 7-e van kedd. 1946-ban ezen a napon született Kont Zsuzsa, Kossuth és Liszt Ferenc díjas előadó művész, énekesnő. Ez itt újra a kimenő, kísérjenek el virtuális sétámon. A toxikológia tárgya nem csak a különböző drogok vagy az alkohol témájában merülhet ki. A Mindennapi Mérgeink című előadásában dr. Zaer Gábor olyan hétköznapi, ám annál mérgezőbb jelenségekre fókuszál, mint például a düh, a harag vagy a frusztráció. Gondoljunk csak bele, hogy naponta hányszor és milyen helyzetekben mérgelődünk. Infláció, háború, politika, foci, reklámok a filmek legjobb jeleneteinél, gyermeknevelés, munkahelyi gondok, féltékenység, tehetetlenség és még sorolhatnánk. Mindennapi mérgeink dr. Zaer Gábor Marosvásárhelyen március 19-én este 7 órától. 10 vergődő személy története 10 jelenetben. Örömlánytól főügyészig mindenki hajszol valamit, nevezzük boldogságnak, közben esendőségük, létbevetettségük mindannyiukat egyenlővé teszi a szemünkben. Mindannyiunkat egyenlővé tesz. A realista dráma hétköznapi helyzeteit az alkotók expresszív formanyelvével mutatják fel. Az elemelt, snitszerű jelenetek pörgésében a szereplőknek mind köze van egymáshoz, ahogy a nekünk nézőtéren ülőknek is közünk van egymáshoz.
Bakelit Taxi Vinil március 14-én este 7 órától a Marosvásárhelyi Stúdió Színház színpadán. Hiányzott valami az elmúlt évből? Nem volt rég erdélyi Slam Poetry bajnokság? Tör ki a komfortzónádból és készülj fel a színpadra, hiszen ilyenre nem volt lehetőség évek óta. Az elmúlt időszakban pont volt időtök készülni rá, hogy írjatok és alkossatok, most meg végre itt az ideje annak is, hogy a remek műveiteket a világnak bemutassátok. Állj elő a legjobb szövegeddel és varázsolj el a karizmáddal. A Slam Poetry országos bajnokság csíkszeredai előválogatójára várnak minden érdeklődőt március 11-én este 7 órától. Ennyi volt mára, remélem találtak valami kedvükre valót az ajánlókban. Vegyék ki a kimenőjüket, az események várják Önöket. Viszontlátásra! Az Erdélyi Magyar Televízióban hamarosan kezdődik a híradó Lovász Ágótával. Szia Ágóta, ma miről lesz szó nálatok? Szervusz Barni! Erdély legaktívabb városközpontját szeretnék kialakítani Csíkszeredában. Most készül a megvalósíthatósági tanulmány azon elképzelések alapján, amelyeket a csíkszeredai, illetve a Hargita megyei lakók javasoltak. 360 javaslat érkezett az elmúlt másfél évben. Az elképzelések között szerepel gördeszkás pálya, kutyafuttató, zenekari próbatermek, illetve skanzen is. Az már biztos, hogy lesz egy olyan felület, ahol nagyszabású kulturális rendezvényeket lehet majd tartani. A részleteket mutatjuk a híradóban. Összefoglaltuk a mai nap legfontosabb híreit. Hamarosan kezdünk. Tartsanak velünk! Egészségügy. Az érvényben lévő szerződések értelmében még 27 millió adag koronavírus elleni védőoltás érkezik Romániába, miközben már a kutyának sem kell. Próbálnak egyességre jutni az Európai Bizottsággal és a gyártókkal, mondja az egészségügyi miniszter. Bevásárlás. Felzúdult a közösségi hálók népe Romániában, mivel az egyik hipermarketlánc meg akarja szüntetni a hagyományos kasszákat, csak önkiszolgálós kasszákat működtetne. A népi ellenszenvet már a politika is próbálja meglovagolni. Március 8. Sokan az utolsó pillanatra hagyják a virágvásárlást, de már ma bőséges kínálattal várták a virágárusok azokat, akik fel akarják köszönteni nőismerőseiket március 8-án. Kedves nézők, műsorunk végén köszönöm figyelmüket. Holnap újabb érdekes témákkal jelentkezünk. Találkozzunk ugyanitt, ugyanekkor. Szép estét kívánok, a viszontlátásra!